Williams Televízió. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának november 20-ai adását látják. Nézzük röviden a tartalmat. Levelek. November végéig szállítják el a zöld hulladékot a városban. Rendőrség. Átadták a Monori rendőrkapitányság felújított épületét. Elismerés. Ismét fesztiváldíjas lett a VHZ. Művészet. Goblen kiállítás nyílik a Vecsési kiállítóteremben. Névjegy. Bemutatjuk a G. Ferenczi Hanna irodalmi kör tagjait. Sport. Vecsésen tartják a női ökölvívó magyar bajnokságot. És versenyre készülnek a karate szakosztálynál. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy november 25-én 18 órától közmeghallgatást tart a főút 49 szám alatt. Továbbá közmeghallgatást tart a Városi Önkormányzat képviselőtestülete is november 26-án csütörtökön 17 órától a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. November végéig meghosszabbították a zöld hulladék elszállítását Vecsésen. Az eredeti határidő október 30-áig szólt. A Vecsési Városgondnok híreiről az ügyvezetőt kérdeztük. November 30-áig hosszabbítottuk meg hivatalosan, de értelemszerűen november 26-án csütörtökön lesz az utolsó szállítási időpont, ami a lenti részt érdekli, tehát ez úgy néz ki, hogy ezen a héten még csütörtökön lesz itt lent, jövő hét kedden a felső rész, és jövő hét csütörtökön 26-án fogjuk utoljára itt a lenti részen begyűjteni a zöld hulladékot. Egyidejűleg hány zsákot rakhatnak ki egy lakóépület elé? Egyidejűleg annyit rakhatnak ki, amennyi náluk képződik. Tehát mindenki a saját ingatlanáról, hogyha megvette a zsákot hozzá, és belerakta abba a zsákba, amin a városgondnok felirata szerepel, akkor annyit rak ki az ingatlana elé, amennyi keletkezett otthon nála. Itt akkor van probléma, hogyha valaki a hétvégi telkéről is felhozza ide a zöld hulladékot, és azt gondolja, hogy ez az egyszerű megoldás, hogy elszállítatja a városgondnokkal. Ebből szokott lenni néha félreértés, de itt nincsen korlátozva a zsákoknak a száma. Gajszállítás van? Gajszállítás nincsen, gajszállítás tavasszal van, tehát évente egyszer van szervezett gajszállítás a városba, arról biztos időben fogunk tájékoztatni mindenkit. Komposztáló edényekért lehet-e még jelentkezni? Igen, még mindig van a telephelyünkön szabad kapacitás, tehát aki még nem jelentkezett komposztáló edényért, az nyugodtan tegye meg, ügyfélszolgálati időben bármikor befáradhat ide a telephelyünkre, regisztrál és megkapja a komposztáló edényt. Ezt azért is tartom fontosnak, mert a elkövetkezendő évben a zöld hulladéknak a lerakását egyre inkább büntetni fogják. Tehát hiába komposztálni visszük a ázának a lerakójába is, ők meg fogják emelni az átvételi díjat. Tehát nekünk az a célunk, hogy a városba minél kevesebb zöld hulladék keletkezzen, amit odaszállítunk az ázához. Tehát, hogyha valaki a háztartásban meg tudja oldani a komposztálást, azt tegye meg, és ezért is történt ez a pályázat, ezért is sikerült megnyerni ezeket a komposztáló edényeket, hogy ezzel is segítsük a lakosságot, hogy megoldást találjunk erre a problémára. Zöld hulladékbegyűjtésről már beszéltünk, és a komposztáló edényekről is szó esett, hogy még mindig lehet igényelni edényeket. A szelektív hulladékgyűjtés sikertörténetnek nevezte az elmúlt interjúk során, még most is az? Továbbra is azt tartom, hogy én nagyon pozitívan csalódtam ebben az egész szelektíves rendszerbe, tehát én ezt nagyon jó dolognak tartom, hogyha mindenki otthon saját maga gyűjti a szelektív hulladékot, akkor igenis rendszerető mindenki, és tisztán gyűjti ezt az anyagot, és továbbra is az átvevő, akihez szállítjuk mi ezt a szelektív hulladékot, nagy örömmel fogadja ezt a hulladékot, mert ezt válogatás után azonnal a hasznosítónak tovább tudja adni.
Naivan hangzik a kérdés, de ezért a vecsisiek adnak majd valami jutalmat? Igen, az a jutalom tulajdonképpen, hogy ez a hulladék ez nem a lerakóba megy, ezt a pénzt meg tudja spórolni a cég, és közvetve a város is. És én úgy gondolom, hogyha ilyen pozitív ámozdulás van, és ilyen pozitív események, programok történnek, akkor ez hosszú távon igenis mindenki a zsebén fogja majd érzékelni, hogy esetleg más olyan programokat tudunk mi támogatni, ami még tovább segíti ennek a gondolkodásnak a fejlődését, és a felnövekvő nemzedéknek is tudunk egy olyan példát mutatni és utat mutatni, amivel tényleg ezt a fenntartható környezettudatos életmódot fent lehet tartani. Az elmúlt időszak másik újdonsága volt az, hogy csippel látták el a kukákat. Minden kukára sikerült már elhelyezni ezt a csippet? Előfordul még olyan eset, hogy nincsen csipp a kukán. Ennek több oka van, többszöri próbálkozás ellenére se tudtuk elérni a lakost, és ezért nem tudtuk, vagy pedig sajnálatos haláleset miatt kukaváltás történt, és nem került még át a csip az új kukára, de szeretném felhívni még a lakosság figyelmét, hogy ennek ellenére elvisszük a kukákat, tehát a rendszer még nem tud 100%-osan működni, mert a közbeszerzés alatt lévő gépkocsik még nem érkeztek meg, ez csak akkor tud majd 100%-osan működni ez az informatikai rendszer, hogyha meg lesz mind a három autó, amely föl van szerelve ezekkel az érzékelőkkel, amelyek kommunikálni tudnak a csippes kukákkal. Mikor jár le a türelmi idő, hogy minden kukán csip legyen? Folyamatosan én azt szeretném, hogy mire megérkeznek az autók, addigra a kukák el legyenek látva csippel. Szerdán átadták a Monori rendőrkapitányság felújított épületét. A munkálatok során egyebek mellett felújították a fűtési rendszert, a hőszigetelést, kicserélték a kazánokat és a nyílászárókat, valamint napkollektorokat építettek be. Kapitányság átadóján vagyunk, egy felújított kapitányságnak az átadóján, és az öregebb, az idősebb monoriak még emlékeztek rá, hogy volt idő, amikor Monoron a közrendet és a közbiztonságot két darutollas csendőr szolgálta. Az én nagyapám még sokat mesélt ezekről az időkről. Ezt a két csendőrt, ezt név szerint is és személyesen is ismerték, és hát az volt a szerencse, hogy általában ők is ismerték az elkövetőket. Tehát ma már más időket élünk, és ezt azt gondolom, hogy tudomásul kell vennünk. Akkor, amikor a közrendről és a közbiztonságról beszélgetünk itt, akár helyben, Monoron is, tehát a kapitányságnak a területén, akkor általában két dolgot szoktak számba venni. Az egyik az a bűnügyi statisztika, a másik, amire ugye az államtitkár úr is utalt, ez, amit a szakemberek úgy hívnak, hogy az szubjektív biztonságérzet. Ugye az első a bűnügyi statisztika, az én tapasztalatom szerint, amivel a rendőrség szokott egy kicsivel többet foglalkozni, a szubjektív biztonságérzet pedig az, amivel talán azért helyben az önkormányzatok foglalkoznak valamivel többet, vagy adott esetben fontosabb lehet nekik. A bűnügyi statisztika ugye azt mutatja meg, hogy hány bűncselekmény történik, illetve bűncselekmény típusonként hány történik egy az adott településen, vagy az adott kapitányságnak a területén. Míg a szubjektív biztonságérzet az pedig azt mutatja, hogy az itt élők, jelen esetben a monoriak, illetve a monori kapitányság területén élők, azok hogy érzik magukat, mennyire érzik magukat biztonságban, mennyire érzik fertőzöttnek a bűncselekmények tekintetében a településüket. Szerencsés esetben ez a két dolog, ez együtt mozog, és a statisztikával együtt változik a lakosságnak a hangulata, vagy a megítélése a közbiztonság tekintetében. És hát most én azt gondolom, hogy egy ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, legalábbis Monor viszonylatában egészen biztosan, hiszen ugye elmondhatjuk, hogy mind a bűncselekmények száma egy viszonylag jelentős csökkenést mutatott az elmúlt időszakban, és ezzel párhuzamosan itt vannak körülöttünk monoriak, de talán meg tudják erősíteni, hogy valamelyest azért a lakosságnak a biztonságérzete is javult az elmúlt időszakban. Ugye ezt mutatják azok a nyilván nem hivatalos vagy nem reprezentatív felmérések, amit az elmúlt időszakban akár az önkormányzat, vagy akár például a helyi lap folytatott közvéleménykutatás formájában, és ez mindenképpen jó. Abból az alkalomból, hogy itt állhatunk, bizonyítéka a
KEOP program sikeres végzésének és befejezésének egy felújított, gyönyörű épület előtt, amely reményeink szerint magasabb színvonalon fogja szolgálni a környék lakosainak jogkereső tevékenységét, és magasabb színvonalon fogja szolgálni a rendőri állomány munkavégzését, elhelyezését. Polgármester úr az előbb kriminológiai, tudományos alapon is megfogalmazta az állampolgárok szubjektív és objektív biztonságérzetének kérdéskörét, elhatárolva azt, és általam is elfogadott módon különbséget téve a két kategória között. Én azt gondolom, hogy minden különösebb tudományos közelítés nélkül minden lakosnak, minden jogkereső polgárnak van egy közérzete. Ennek része a közbiztonsági érzet is. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a közérzet minél kiegyensúlyozottabb, minél magasabb színvonalúbb, egyszerűen fogalmazva, minél boldogabb lenne. Gárdonyi Géza óta tudjuk, hogy a vár ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében lakozik. De én azt gondolom, hogy a kőre, az épületre, az elhelyezésre is megfelelő hangsúlyt kell fektetni, hiszen a kettő harmonikus egységben tudja nyújtani azokat a szolgáltatásokat, azt a színvonalat, amelyet elvárnak tőlünk a lakosok, elvárnak tőlünk a jogkereső polgárok. A magyar kormány rendkívül sokat tesz azért, hogy a közbiztonság és a biztonság érzet is az emberek számára minél inkább egy komfortnövelő tényező, minél inkább egy életminőséget javító tényező legyen. Ahhoz, hogy ezt elérhessük, ahhoz, hogy ezt megtehessük, minden olyan ág, amely a biztonságunkért, bármilyen módon a biztonságunkért, a közbiztonságáért felel, azért az államnak fejlesztéseket kellett tenni, el kellett indítani egy folyamatot. Itt Monoron ugye korábban a tűzbiztonság érdekében tett lépések keretén belül megújult, illetve egy vadonatúj tűzoltó laktanya került átadásra. Most sor került a kapitányság felújítására, de azt gondolom, hogy legalább ilyen lényeges, sőt, hát az állomány számára bizonyára lényegesebb az, hogy elindult egy életpálya modell, ami nem csak itt helyben, hanem Magyarországon minden olyan hivatásos állományú dolgozónak, szolgálattevőnek az illetményében javulást hozott, akik egyébként hivatásszerűen felelnek a mi biztonságunkért, közbiztonságunkért. Mielőtt beindítálnám önöket az épületbe, csak nagyon röviden szeretném tájékoztatni önöket, aki esetleg nem volt ezzel, nem ismerte, hogy magát az épületet 1882-ben egy Gera József nevezetű monori polgár építette, Monor kerületi takarékpénztár célján. Ennek az emeleti részén gyakorlatilag ugyanígy kinézve volt a takarékpénztár, a jobb szárnyon az épületben a Magyar Királyi Adóhivatal, a bal szárnyon pedig a társadalmi életet szervező köregylet foglalt helyet. A kapu bejáró a régi kerületi képeken, 1899-es képeken ugyanígy néz ki, a személy bejáró alakult át. Maga az épület felújításakor több mint 150 nyílászáró került cserére, és a teljes épület a teljes belső udvarokkal együtt egy 25 centi szigetelést kapott. Az elmúlt napokban megkezdődött a Vecsési rendőrös épületének felújítása is, tájékoztatta szerkesztőségünket Szlahó Csaba polgármester. A polgármesterrel ezzel kapcsolatban a jövő heti adásunkban láthatnak interjút. Harmadszor is fesztiváldíjas lett a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület fúvós zenekara. Ezzel a VHZ elnyerte a legjobb magyarországi német fúvós zenekar címet. Én úgy érzem, hogy az utóbbi évek egyik legkomolyabb Blizzard Refrenje fesztiválja volt ez, ami ugye a fesztivál díjért a legjobb magyarországi német fúvós zenekar címért folyt, lényegében itt Vecsésen, és 7 kiváló zenekar jött el hozzánk. Aki eljött, az hallhatta, hogy a produkciók egytől egyig mindegyike, hát azt mondom, hogy a saját kategóriájában kiemelkedő, nem véletlenül a 7 legjobb zenekar került be ebbe az országos döntőbe.
Mi az, ami döntött végül is az önök javára? Hát ezt a zsűrit kéne megkérdezni, mert ugye a zsűrinek a feladata és a zsűri olyan komoly országos zsűri szakemberekből állt, aki ennek a műfajnak meghatározó egyéniségei. Úgyhogy ők négyen pontoztak, most a pontozási szempontokat el tudnám mondani, hogy kulturált hangzás, dinamika, karmester zenekar együttműködése, tempóválasztás, stílusválasztás, szóval számtalan olyan paraméter volt, ami ugye kiírásba szerepel, és ami a zsűrinek egyfajta támpontot ad, hogy mikre kell odafigyelni, és miket kell értékelni minden egyes együttesnél. Építő jellegű kritikát mondott-e a zsűri? Természetesen a zsűri feladata nem csak az, hogy döntést hozzon, hanem a döntéshozatal mellett adjon egy olyan értékelést, amit minden egyes zenekar a további munkájában fel tud használni, és az előrelépés tekintetében meg tudja fontolni, és be tudja építeni az életébe. Úgyhogy ezt minden egyes zenekar egyenként megkapott, és volt egy közös értékelés, egy általános értékelés, ami pedig mindenkinek megszívlendő dolog, olyan általánosságok, amik lehet, hogy egyes zenekarnál nem szerepelnek, de amúgy fontosak a szakma életében. Konkrétan mi volt az egyik ilyen tanács? Például a nagy dobok szerepe. Ugye, hogy könnyen érthető legyen a dolog, vannak kisebb, kiszenekari dobfelszerelések, vannak koncert nagy dobok, ezeknek a hangjai is, maga a mérete is más. Nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a hangszerekkel, hogy mindig mind a dallam, mind a kíséret mellett egy kísérő szerepet töltsön be, és ne emelkedjen se hangszínbe, se dinamikába fölé magának a zenekarnak, mert az gyakorlatilag elnyomhat olyan a hangszíneket, akár kíséret, akár akkord, akár dallam hangszereket, amik nem szerencsések. Szóval a megfelelő aránynak az alkalmazása az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez nem csak a fuvolzenében, ez minden zenére igaz. Mivel jár a fesztivál nagydíj elnyerése? Hát, ami materiális kézzel fogható, a 100 000 forint díj, ami a fesztivál díj mellett, mint egy egyszeri támogatásként jelenik meg a zenekarnál. Úgyhogy ez a kézzel fogható dolga, és hát az az erkölcsi siker, ami emögött van, mert ugye a szakmában, és ami nagyon jó érzés volt, hogy az a 7 zenekar, aki itt részt vett, szinte mindegyike, talán egy-két kivétellel végén odajött és gratulált, és azt mondta, hogy megérdemelten lettünk az elsők, és ők is úgy gondolták, hogy mi voltunk a legjobbak. Úgyhogy ez önmagában azt jelenti, hogy a versengés ez egy tiszta lovagias és egy kulturált, korrekt versengés, aminek nem az a vége, hogy valaki megnyeri és utána savanyú arccal távozik a többi, hanem tudunk örülni egymás sikerének, és valahol a gála is mindezt visszahozta. Harmadik alkalommal lett fesztiváldíjas a Vecsési Hagyománygyőrző Zeneegyesület, húbor zenekara. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez esetleg több meghívással is jár, több szerepléssel? Természetesen ez is benne van a pakliban, mert azért országosan, ahol ebben a stílusban rendezvényt szerveznek, szeretnék meghallni, hallgatni, hogy ki az, aki ezen a versengésen, ugye a Landesrat minősítőjén a legjobb díjat nyert el, és ez valahol mindig egy rang is egy rendezvénynek, hogyha a színvonalas szereplők vagy hát ilyen díjakat elnyerő szereplők is. Hát ez valahol Vecsés életébe is, Vecsés kulturális életébe, én nem emlékszem, amennyire visszanyúlnak a emlékeim, és hát azért elég régóta igyekszünk kutatni, mert szeretnénk majd kiadni egy könyvet, egy kiadványt Vecsés fuvolzenei életéről, ami közel 200 évre nyúlik vissza, de ez egy akkora falat, és annyi anyaggyűjtést kíván, hogy ezt nem lehet összekapkodni, és évek óta gyűjtjük az anyagot hozzá. De amennyire sikerült eddig végignézni, én úgy tudom, hogy kulturális téren ez még nem sikerült egyetlen egy se kórusnak, se zenekarnak, se kultúrával foglalkozó egyesületnek. Nyilván ez az elismerés valami kötelezettséggel is jár önmaguk számára, egy belső motiváció, hogy ezt az elismerést, ezt meg kell őrizni, és meg kell ennek felelni, tehát a folyamatos fejlődés az borítékolható. Hát igen, és köszönöm ezt a kérdést. Én úgy érzem, hogy ez mindannyiunk számára egy óriási felelősség. És
Az a nagy feladat, hogy ezt megértetni a fiatalokkal, a felnövekvő generációval, megmutatni neki mindazt, amit mi tudunk, átadni tudást, amit mi tudunk, és ezt a felelősséget átérezzék ők is. Mert ez azért, tudjuk, hogy ez korral jár. Amikor az ember elér egy korba, akkor ezeket a dolgokat komolyabban veszi, és nagyobb súlyt ad az életébe, míg fiatalkorban, hát hogy is mondjam, nincsenek akkora súlya. Most azok a fiatalok, akik ezt fiatalkoruk ellenére is már megérzik, és maguk kivá tudják tenni, nagyon szerencsés emberek, mert erre építkezve óriási dolgokat vihetnek még végbe az életbe. Viszont a vecsésiek is részesülhetnek ebben a zenei örömben, és egy fesztiváldíjas Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület adhat majd neki karácsonyi koncertet. Mikor? A karácsonyi koncertünk, ugye, ami már 11. alkalommal ajándékkoncert a városnak karácsonyra, nem polgárnak, és nagyon örömömre szolgál, hogy tavaly is annyian voltak, hogy pótszégeket kellett betenni, és még a lépcsőn is ültek, és aki eljött, az mind-mind nagyon-nagyon jó érezte magát. Bízunk benne, hogy az idén is így lesz ez. December 20-án, vasárnap 17:30-tól kezdődik a Bálint Ágnes Kulturális Központ Színház termében, és hasonlóan, mint eddig. Ifjúsági zenekar, kamara együttesek, Bavorák Szaxofon Quintett az első felvonásban, a második felvonásban a koncertfúvó zenekarnak a karácsonyi koncertje fog következni. Goblen kiállítás nyílik adásunkkal egy időben a Vecsési kiállítóteremben. A kiállítást Szénási Sándor költő nyitja meg. November 20-án nyílik 18 órai kezdettel a Vecsési kiállítóteremben Juhász Gyuláné kiállítása. Ez a kiállítás egy goblen kiállítás lesz, és lényegében erről azt kell tudnunk, egy kicsit most fogok puskázni, mert technikailag azért nem vagyok ebben a témában otthon. Tehát ez egy ilyen leszámolós 7-8-8-as tű goblen, ami azt hiszem, hogy akik ezt ismerik és tudják, hogy miről van szó, akkor nem mondok nekik újdonságot. A többieknek meg pedig majd itt a alkotó bemutatja lényegében a munkáit, és ezáltal megtudják, hogy milyennek a technikája. Általában miket ábrázolnak a képei, a goblen képek? Általában realista ábrázolások, amire azt mondhatnánk, hogy mindegy festmény, olyan úgy is néz ki, közelről lehet csak látni, hogy ezek a tujgoblenek lényegében mások, mint egy festmény. Ha egy kicsit át szeretném fordítani a másik művészeti technikát a festészet oldalára, hogy nézhetnek ki közelebbről, akkor azt mondhatnám, hogy mintha a farosnak egy nagyon-nagyon minimális tűszerű farosnak a másik oldalára festenének, tehát arra az oldalra még érdesebb, és egy kicsit ilyen hatást kelt ez a goblen. Általában azért azt mondhatjuk, hogy olyan képeket készít, amelyek nem kimondottan ismertek. Tehát mondjuk például a lila ruhás nőt rengetegen megszokták ugye goblenben örökíteni. Ő azért olyan képeket készít, amelyeket nem nagyon ismerünk, tehát a közönség számára nem ismert. Például elmondta nekem, hogy festőművészekkel áll kapcsolatban, és a festőművészeknek a munkáit dolgozza föl ezzel a technikával. Akkor egy alapos előkészítő munka előzi meg, amire a goblen kép elkészül végül. Mit tudhatunk Juhász Gyulánéról? Juhász Gyuláné Vecsésen él és dolgozik, tehát itt készíti a goblenjeit, és itt is dolgozik Vecsésen. Tehát a munkája is itt Vecsésen végzi. Juhász Gyuláné kiállítását Szénási Sándor István nyitja meg. Hogyan készül erre a megnyitóra? Megtiszteltetés számomra ez a megnyitó, mert óriási meglepetés volt Juhász Gyulánének ez a csodálatos művészeti tevékenysége. Én nem erről az oldaláról ismertem meg az életben, és most is, ahogy annak idején Ferenczi Anna költészetét, festészetét megismertük, és úgy jött minden derültékből a villámcsapás a köztudatba, Juhász Gyulánénál hasonló történt. Nem is tudtuk róla, hogy ilyen fantasztikus, csodálatos munkákat csinál. Azt kell mondjam, hogy mintha mindnyájan gyöngyhalászok lennénk, valaki rá lett egy igaz gyöngyre, és most az emberek megismerhetik ezt a csodálatos munkát, amiben évek munkája
hosszú-hosszú esték, éjszakák, órák munkája és hatalmas tehetség van együtt. Tehát gyakorlatilag egy élő bizonyíték annak, hogy a tehetség és a szorgalom, hogyha egymásra talál, akkor fantasztikus dolgok születhetnek. És Juhász Gyulánnak is a goblenjei számomra ennek a találkozásnak a bizonyítékai. Akik a kiállítást megnyitják, általában méltatniuk kell, illik a művészt. Úgy látom, hogy ő részéről ez a méltatás, ez belülről fakad valóban. Ahhoz, hogy valaki ilyen goblenképeket készítsen, hihetetlen türelemre, nyugalomra, kézügyességre van szükség. Mennyire kell, hogy ez illeszkedjen a művész személyiségéhez? Általában nekem meggyőződésem, hogyha valakinek az elméjében, a lelkében megszületik egy gondolat, egy vágy, és ahhoz megvan a kellő kézügyessége, amit a belső akarat, a belső szándék tulajdonképpen magával hoz, akkor megszületik az az igazi művészi alkotás. Tehát nem feltétlenül szükséges hihetetlen technikai tudás, és úgymond egyetemi képzés ahhoz, hogy egy művész és általa csodálatos művek szülessenek. A művész az úgy születik, mint a vadvirága éten, ez a véleményem. És hát nem festővel vagy goblenessel kapcsolatban Cine Mihálytól hallottam ezeket a szavakat, és neki is ez volt a véleményes nap, mint nap szembesülök vele, amikor ilyen messziről jött művész, mint egy villámcsapás kerül be a közéletbe, a művészeti életbe. Számos jótólú íróval, költővel büszkélkedhet városunk. A G. Ferenczi Hanna irodalmi kör tagjai gyakran hívják kulturális estekre Vecsés lakosságát. Bár a tagok száma a látogatásuk óta nem bővült, most felidézzük a nem teljes társasággal való hangulatos találkozást. Varjasi Béla vagyok, a foglalkozásomat tekintve kézbesítő, a Kőbányai Tízes Hivatalban vagyok már 35 éve, és nagyon sok hasonló író társam van, akik munka mellett csinálják. Ezt nagyon sok könyvet kaptam így dedikálva, akik saját könyvüket valamilyen erőfeszítés árán kiadták, és így sikerült egyáltalán a köztudatba bekerülniük, de mellette munkát végeznek, és erőfeszítéssel, mert nem mindenkinek van olyan szerencséje, hogy egyből sikert érjen el, de talán nem is az a célunk, hanem az, hogy amit szellemileg termelünk, azt mások is megismerjék. Mikor írta első versét? Hát azt még gyerekkoromban, Petőfi ihletésére. Olvastam Petőfi verseit, és hát ilyet én is tudnék írni, így kijött belőlem. És ilyen egyszerű vers volt, hogy tavasszal az erdőben járok, körülvesznek fák, bokrok, virágok, ott nyugalmat, pihenést találok, az erdőben sétálni imádok ilyen. Szóval így indult ez, és aztán későbbiekben úgy is csináltam, hogy vers mellé rajzot csináltam, hogy víziló áll a jégen, és potyognak a könnyei, és odajöttem, hogy szomorú a víziló, mert nincs neki tava, majd megvigasztalja őt a március hava. Úgy látom, hogy humorral is megvan áldva. Érte inspiráció munka közben? Hogyne, rengeteg. Írtam már 3 könyvet, és onnan merítem a nem is az ikletet, hanem a gondolatokat hozzá. Tudnélik, ott nagyon sok embert ismerhetek meg, sokféle életstílust, és nagyon sokféle típust, és ez nagyon sokat jelent nekem pont az írásban, amit aztán fel is tudok használni. Van egy kézbesítő gondolatai. Reggelenként osztályozunk számtalan levelet, mindaz, mit így továbbítunk, 100 és 100 üzenet. Gyakran azon gondolkodom, vajon melyik mit tartalmaz? Sok-sok újság, tengernyi levél, élmény, adat halmaz? Viszek én még valakinek szívből írt levelet? Igaz érzést, hogy szeretnek. Hagyott az ismeret? Az idegtépő rohanásban megállunk egy hervadó virágnál. Inkább zúdulunk aktában, és engedjük, hogy vigyen az ár. Gyorsodrású patak száguld, de a tó elő zuhatag. Végig úszva rajta, bizton széttörjük minden tag. Ne engedjük át világunk zuhanni a tóba. 2 háborúban megláttuk, hogy érünk le oda. Állítsunk föl inkább előtte duzzasztó gátat, mely óvhatná örök időkre szálló energiánkat.
és minden az új tavat táplálja, a béke patakja, biztosan elcsitul a háborgás habja. Örömmel viszem én tovább sok-sok levelet, minden világunk átfogja a béke és szeretet. Én Benke Győzőné Török Mária vagyok, Benke Mária néven írok. Körülbelül 10 éve. Két mesekönyvem jelent meg, 2003-ban és 2004-ben. Egyébként gazdasági vonalon a rádióban dolgoztam 30 évig, nyugdíjban vagyok most már 8. éve. Imádom az irodalmat, minden műfajban írok, publikálok nagyon sok helyen, és ez nekem örömet okoz. A Vecsési Tájékoztatóban is olvashatók időnként az írásai mióta? Több mint 2 éve elkezdtem egy ilyen időskori interjú sorozatot a szépkorúakkal. Nagyon tetszik nekem, ahogy ők gondolkodnak, és ahogy ők éltek, és ez nagyon példaértékű a mai fiataloknak, középkorúaknak. Mindenkinél derült és pozitív gondolkodást tapasztalok. Úgyhogy ez most már 2 éve múlt, hogy megy, és minden hónapban sokan megállítanak, hogy nagyon szeretik, tetszik nekik. Aztán nagyon örülnek a verseinknek, van egy verses oldalunk, az is körülbelül 2 éve megy rendszeresen. Korábban is voltak bent verseink, de most rendszeresen van egy külön oldalunk, ennek nagyon örülünk. A cikkeit olvasva, illetve a verseit olvasva arra lehet következtetni, hogy igen, témaérzékeny a közélettel kapcsolatban is. Mi az az esemény, ami a legutóbbi időkben, években leginkább meghatározta a gondolatait, a költészetét? Engem nagyon-nagyon érzékenyen érint minden, ami bántás, ami keserűség, ami rossz szint. A nagyon-nagyon pozitív gondolkodású, optimista ember vagyok, és mindenkinek próbálok segíteni, megszépíteni az életét. Nem tudom elviselni, ha valaki nyomorog, kesereg. Tehát azt hiszem, hogy mind végig vonul az életemen ez a motivum. Én például bármit írok, ez legyen mese, vers, próza, bármi, ott mindig a vége pozitív kicsengésű. Olyan még nem fordult elő, hogy szomorú lett a vége valaminek. Mit jelent ön számára az irodalmi kör tagjának lenni? Egy nagy boldogságot. Itt volt 2006-ban, nem is tudom, egy pályázat, 7-ben, amikor hát rengetegen írtunk, megdöbbentő volt, 121 nehányan küldtek be írást mindenfélét, és én írtam egy olyan prózai írást, hogy nyugdíjasnak lenni jó. És hát a zsűri külön díját kaptam, és ez szárnyakat adott, megalakítottuk az irodalmi kört, úgyhogy alapító tagként azóta is, most már elmúlt februárban 5 éve, hogy járok, és örülök neki. Kedvenc verse? Hát az nagyon sok van, de most a teremtés volt a mai témánk. El szeretném mondani, hogy minden hónapban egy-egy témát, vagy 2 témát boncolgatunk, és rendkívül érdekes számomra, hogy ki hogy bontja ki ezt a témát. Tehát én elgondolok valamit, én azt megírom, és itt, mikor meghallgatom a társakat, akkor megdöbbenek, hogy úristen, így is meg lehet ezt fogalmazni teljesen más megközelítésben. Úgyhogy én nem tudom fejből, de én ezt az egy verset most szeretném elolvasni. Rövid, az a cím, hogy a teremtés. Ha kizöldül a kalász a föld meleg szívén, a gazda fohászkodik, legyen termés idén. Ó, Uram Istenem, óvd, védd a földet nekem, nekem az embernek, hogy legyen kenyerem. Küldj a földnek napsütőtést, esőt, harmatot, verejtékes homlokom, boldognak láthatod. Érjen be a búza szélese hazába, legyen jó aratás békesség házamba. A világon mindenhol hozzád fohászkodnak, napkertétől napnyugtáig imádkoznak. Mikor nyugaton aratnak, keleten vetnek, egész évben valahol esőt, napsütést keresnek. Uram, neked tetsző módon akarok élni. Nem tudok a hitem áldásod nélkül lenni. Kérlek, ne hagyd el a gyarló embert. Ne engedd kiönteni, kiszáradni a tengert. Hallgasd meg, jó Uram, az én imám, ki tőled vár áldást, megértést és imát. Kelemen Istvánné vagyok, Kelemen Bata Mária néven publikálok. 2006 óta írok körülbelül. Én is jelentkeztem erre a 2007-es felhívásra, és akkor Sándor felvetette utána, hogy hát mi lenne, ha alapítanánk egy irodalmi kört. Én is szívesen jöttem, azóta járok, tehát most már 5 éve. Kedvenc témám a gyerekeknek szeretek nagyon írni, meséket, verses meséket, hát meg a természetet. A természetet azt nagyon szeretem, és elég sok írásom is van a természetről. Önnek akkor a költészet nem gyerekkorában lépett be az életébe, hanem már felnőtt korban. Milyen? Minek a hatására? Hát mindig is szerettem a költészetet, de akkor mentem nyugdíjba, és akkor egy
Hát lett egy időm, egy űr, amit ezzel töltök ki. Azt mondja, hogy rengeteg ideje lett, gondolom, hogy itt nem csak költői vénával megállt emberekre és barátokra lehet, hanem egy olyan kellemes időtöltésre is, ami rendszert vitt az életébe. Mennyi időnként találkoznak? Egy hónapban, tehát minden hónap első hétfőjén találkozunk. Ahogy Benke Mária is említette, mindig van egy-egy téma, egy-egy tematika. Hogyan készül rá? Hát én általában mindig hamar. Először, mikor megkapjuk, hogy na hát most ezben mit fogunk írni. A múltkor egyszer volt egy olyan dolog, hogy az ördög és a kenyérhéj. Na még ilyet, na hát ebből nem lesz semmi. Másnap kész volt a mese. Úgy belejöttem, még egy verset is hozzá. Szóval ez általában mindig hamar megcsinálom. Tehát akkor foglalkoztat, gondok, még amikor éjszaka is a fölébredek, nem tudok aludni, elő gyorsan, és akkor jegyzetelek, mert másnap elfelejtem. Tehát akkor, ha nem írom le, akkor már többet az nem jut eszembe. Szeretnénk akkor egy négy sorost hallani öntől. Őszi gondolat. Ősz hercege nyár leánnyal ölelkezik száz csodával. Varázslatos indián nyár nyomában az elmúlás jár. Sallai Gyula vagyok, 1945-ben születtem. Mióta ír? Gyerekkorom óta. Milyen jellegű verseket? Úgy látom, hogy humor csillog a szemében. Sok-sok variációba írtam verseket. Alapjába véve azt hiszem a napi életre szoktam válaszolni eléggé keményen, vagy eléggé humorosan. Ezt mindig el lehet dönteni, hogy milyen stílusban lehet megjelentetni egyáltalán valamit. A költészetben éppen az a csodálatos, hogy szavakat használunk, és az benne a legérdekesebb, hogy mi megírunk valamit, és ez mindig mindenkinek más formába, más gondolatokat termel, és ez benne a csoda. Mint egy kétperces ismerettségünk alapján én azt feltételezem önről, hogy szeret ferdetükről tartani a világnak. Így van ez? Igen. Igen. Egyébként azért, mert a világ önmagában nem egyenes, de elhiteti magával minden alkalommal. Ön közgazdász? Igen. 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 Miben gondolkodik? Számokban vagy érzelmekben? Érzelmekben. Hogyan versel? Érzelmekkel. Idézne ő magától? Idézne ő magától? Az én szememben a költő az úgy kezdődik, hogy aki látó szóval hozza a hírt, többet tud, mint amennyit írt, de jól vigyáz a bírt tudásra, csak annyit ír, hogy más is lássa. Amúgy, ha egy négy soros verset kéne mondanom, akkor a humorommal kezdeném, azt mondja a teremtés. A teremtés nagy kérdése, álma, az elsőnek hogyan lesz társa? Új minták készül, a típusnak járna, vagy egyszerűen csak bordából lesz gyártva? Szeretnéd sorosokat írni? Igen, én nagyon szeretek. Sokat is írok, igen, szóval főleg. Tudnék, van egy véleményem, az pedig az, amit nem én találtam ki, csak nehezen tanultam meg, hogy hogy kell alkalmazni. Hosszan írni mindenki tud. Röviden nehéz. Van egy olyan vers, amely a mai korban íródott, és az a címe, hogy e-mail. Ön írta már verset a makroökonomiáról, vagy a mikroökonomiáról? Az e-maillel kapcsolatban csak ez így szól, az rövidebb és frappánsabb. Nagymama, hol vagy, kérdezhetem? Vagy küldjem el a kérdőjelem? Ha már az imént kereslet-kínálatról beszélgettünk, az egy dolog, hogy a kínálat megvan, hiszen nagyon sokan szeretnek verseket írni, de kell erre kereslet is, és az irodalmi kör tagja egy olvasó. Üdvözlöm, kedves az olvasó, kérem mutatkozzon be. Jó napot kívánok, én Petrovics Zoltán vagyok, és ebbe az irodalmi körbe úgy kerültem bele, hogy Sándor barátom szólt annó dacumál, hogy kellene ide valaki, aki olvas is, és nem csak ír. És hát ugye az a helyzet, hogy manapság olvasó is igen kevés van. Én mostanában olvastam egy ilyen felmérést, mert azokat is szoktam olvasni, nem csak verseket és irodalmi alkotásokat,
hogy a mai felnőtt magyar lakosságnak mindössze 4% olvas könyveket. Ön pedig igen gyakran jár író-olvasó találkozóra, tehát minden hónapban egyszer itt a Ferenczi Anna irodalmi körben, de mégis mennyire vájtfülű, mennyire kritikus? Hát én csak azt a régi francia mondáshoz tartom magamat, hogy bár tojást tojni nem tudok, de megérzem, hogyha büdös. És ezért én általában szólni szoktam, inkább a ördög ügyvédjét szoktam sokszor eljátszani, amikor úgy kialakul itt a irodalmi körbe egy véleményegység. És akkor én mindig azt mondom, hogy nem. És ebből általában mindig egy ilyen parázsvita keletkezik, hogy de idővel ez a kialakult vélemény megváltozik, egy kicsit megsózom a saját véleményemmel is. És voltak épp itt az a jó, hogy különböző világnézetű emberek ülnek együtt, de van egy ilyen közös pont, egy ilyen közös nyelv, maga az irodalom, amivel úgy mindenki tud a másikkal egy kontaktust teremteni. Ön is szeret ugyanakkor a szavakkal játszani, hogyha jól látom, hallom, írni mennyire szokott? Írni egyáltalán nem, tehát én ugye iskolás koromban volt az, hogy elkövettem néhány verset, de hát a tanárok egységfrontba tömörültek ellenem, és mondták, hogy ő még egyszer ilyesmit nem. Tehát ez a középiskolai ilyen diákos szóviccek, hogyha szabad egyet elsütnöm. Például volt egy ilyen szösszenetem, hogy palesztin nők dala. Deli legény Arafat, nem is sovány, nem is fat. Tehát, de ugye megkértek, hogy ilyesmit azért ne kövessek el, és ezért inkább én, mint fogyasztóként szereplek, tehát nem írok. Filipszki László vagyok, tavaly végeztem itt a falusiban, immáron Grassalkovicsban, most a budapesti Fazekas Mihály gimnázium tanulója vagyok természettudományi tagozaton. Szemmel láthatóan te vagy itt legalábbis jelenleg az irodalmi kör legfiatalabb tagja. Hogyan sikerült rátalálnod erre a körre, illetve miért csatlakoztál? Hát egy hasonló korú lánytól hallottam, egy éve idősebb nálam, Farkas Flórától, akivel együtt fogunk idén bérmálkozni, és ő hívta fel a figyelmemet erre. Mióta írsz? Hát az elmúlt hónapokban emiatt többet írtam, hogy ide kerültem, de már azelőtt is volt ritkábban, hogy írogattam valami novellát vagy hasonlót, kisebb verseket. Azt mondod, hogy amióta az irodalmi kör tagja vagy, azóta többet írsz, azért mert kapsz feladatokat, témákat? Hát ez is lehet az egyik oka, és főként az, hogy most elhatároztam, hogy szeretnék írni egy regényt, és ez ad hozzá motivációt, hogy itt hónapról hónapra újat hozzak, és ezért tudok többet írni. Milyen jellegű regény lenne, miről szólna? Hát én nagyon szeretem a fantázi regényeket, Harry Potter, Böszörmény Gyulának a Gergőit, akkor Eragon, és hasonló Narnia, hasonló ilyen fantázi regényre gondoltam. Te a fantázia világodban milyen vagy? Hogyha egy hőshöz lehetne téged hasonlítani, egy regényhőshöz, akkor ki szeretnél lenni leginkább? Hát én szerintem Gergő lennék a Böszörményi könyvekből elsősorban. Őt nagyon szeretem. A költészet jelenleg része az életednek. Hogy érzed, hogy majd felnőtt korodban mennyire lesz erre időt, kedvet, energiát? Hát remélem, hogy lesz. Nagyon szeretek írni, úgyhogy, de tanár szeretnék lenni, biológia, földrajz, német szakos tanár. De majd kiderül, meglátom. Remélem, hogy továbbra is része marad majd az életemnek. Szénási Sándor István vagyok. Hát úgy mondják a kollégák, hogy az irodalmi körvezetője, mint Marcsi már említette, 5 éve hoztuk létre ezt az irodalmi kört, mégpedig azzal a szándékkal, hogy ha Vecsésen sokan vannak, akik szeretnek írni, akkor ezek az emberek találjanak már egymással végre, és segítsük egymást, adjunk lehetőséget egymásnak a bemutatkozásra, ismerjük meg egymás munkáját, és amennyiben lehetőség van rá, akkor a műveinket azt vigyük ki a nagy közönség elé, hogy úgy mondjam, és örvendeztessük meg vele a vecsési olvasókat mindenek előtt, de természetesen, ha lehetőség van rá, akkor az országban más irodalmi lapokban is jelenjünk meg.
Hát ebben maximálisan segítjük egymást, és ez egy nagyon-nagyon kedves, jó társaság, akik segítik is egymást, és jól érezzük magunkat mindenek előtt. Kik azok, akik jelenleg nincsenek itt, és az irodalmi kör tagjai? Hovina Andrást nagyon vártuk még, ő gyakran jelen van. Azon kívül Gombos Adrián, akinek a kislányának anyáknapi ünnepsége van, és azért nem tudott jönni. Farkas Flóra, Farkas Marci, akik iskolások, de nagyon aktív részvevői a körnek. Karácsony előtt a névjegy című rovatunkban már kaptunk költől egy nagyon szép verset. Kérem, hogy ha ki lehet fejezni négy sorban az aktuális gondolatait, akkor ezt tegye meg. Ha kicsit hosszabb, az sem baj. Talán egy picit hosszabb a májusi köszöntő, mivel május van, és ez egy nagyon szívemhez közel álló vers. Meséljetek, hajnali fények, dalolj, dalolj, ébredő erdő, szóljatok a szélben levelek a fákon, mint millió csengő. Májusban nyíló világözön a természet legszebb csodája, öleld át az édesanyámat, mint mosolygó újszülött bája. Ahogy szilmokba bújnak a méhek, hogy sok gyümölcs legyen a fákon, lelkében zümmögjön még remény, az idő múlása ne fájjon. Előttem is fogynak már az évek, emlékké lesz boldogság, álom. Egy út mégis tárt karokkal vár, túl, messze túl a valóságon. Frenetikus 7-1-es gólarányú győzelmet aratott a Vecsési Futballklub Nagykáta ellen. A vecsési labdarúgó csapat a bajnokság 14. fordulójában végiguralta a meccset, és már a 8. percben megszerezte a vezetést. Az első félidő eredménye 4-1 volt. A mérkőzésen Tárkányi Gergő 14 perc alatt 3 gólt lőtt, így ő lett a csapat legjobb játékosa. Az utolsó gólt a 77. percben Novák Mátyás rúgta be. Vecsésen tartják a női ökölvívó magyar bajnokságot. Az országos sportesemény szerdán kezdődött és szombatig tart. A megnyitó előtt a Vecsési Sportegyesület elnöke Seres Attila tájékoztatott a részletekről. 52 klub 157 versenyzője mérlegelt be a ma reggeli hivatalos mérlegelésen. 4 korosztályban rendezzük a versenyt, serdülő, junior, ifjúsági és elit korosztályban lépnek ringbe a gyerekek. Ami érdekesség az, hogy első alkalommal rendeznek magyar bajnokságot a serdülő korosztályban, ők a legkisebbek, a 13-14 évesek, úgyhogy egy kicsit ilyen box történelmet írunk itt megint Vecsésen. Két ringben zajlanak majd a viadalok, hogyha jól látom. Így van, az egyik ringben a junior és serdülő mérkőzések zajlanak, a másik ringben pedig az elit és ifjúsági versenyek. Erre azért van szükség, mert ha egy ringben rendeznénk a versenyt, nagyon elhúzódna, akár éjfélig is eltartana egy napi program. És ugye itt az amatőr ökölvívásban minden nap, minden másnap újra mérlegelni kell, orvoshoz menni a gyerekeknek, és nem tudnák kipihenni magukat. Így remélhetőleg egy normális időn belül, mondjuk este 8-ig tudunk végezni mindig a napi programmal. Mi a verseny menete? Szerdán és csütörtökön a selejtezők zajlanak, pénteken az ifjúsági és elit korcsoportban az elődöntők, illetve a junior és serdülő korcsoportban a döntőket rendezzük meg. Ezek pénteken 2 órakor kezdődnek, és szombaton 10 órától pedig az ifjúsági és felnőtt korosztálynak a döntői. Kik a bírák? Hát a bírókat az ország egész területéről kell összeszedni, ez az előírás, hogy minél semlegesebbek legyenek, tehát itt Szegedtől Sopronig bezárólag jöttek több helyről bírók. A versenyek azok egyenes kieséses sorrendben történnek, tehát aki a selejtezőbe kiesik, az a következő nap már nem léphet ringbe, úgyhogy napról napra fog szűkülni a mezőny, és remélhetőleg minden súlycsoportban a legjobb két versenyző fog a döntőbe összecsapni. Vecsést ki képviselik majd? 7 versenyző képviseli Vecsést. Felnőtt kategóriában 2 lány indul, 54 kg-ban Szűs Szabina, ő a regnáló magyar bajnok, tőle azt várjuk, hogy meg is védi ezt a magyar bajnoki címét. 69 kg-ban Kőhalmi Dóra, ő még újoncnak számít, ez az első magyar bajnoksága. Kezdő még, de nagyon harcias kislány, reméljük, hogy mondjuk legalább éremig el fog tudni jutni.
Ifjúsági korosztályban 51 kg-ban Pap Zsófia, 64 kg-ban Bogárdi Barbara és plusz 81 kg-ban Bence Eszter fog ringbe lépni. Mindegyik őktől azt várom, hogy aranyérmet szerezzenek. Benne van a boxukban az, hogy ők magyar bajnokok lehetnek. Zsófinak azért ez nehezebb lesz, de a Barbie és az Eszti boxában benne van idén ez a jó eredmény. Juniorban Ukrin Csenge, ő elsőves junior, fiatal, 15 éves, ennek ellenére már rutinos versenyzőnek számít. 13 mérkőzése volt eddig, és több mérkőzése volt külföldön válogatottként, mint itthon. Ő ma a ringbe is lép az első nap. Tikton azért tőle is mindenképp aranyérmet várunk. És Serdülőben egy újonc kislányunk, Tarnóci Tamara mutatkozik be, aki eddig 3 mérkőzésre rendelkezik, de ezt mind a 3 mérkőzést idő előtt fejezte be, annyira harcos. Úgyhogy ha ő is beváltja azokat a reményeket, amiket hozzáfűzünk, akkor remélhetőleg több magyar bajnokot is tudunk vecsési színekben ünnepelni a hétvégén. Szombaton mikor derül ki, hogy ki a magyar bajnok, vagy kik a magyar bajnokok a maguk kategóriájában? Szombaton az ifi és a felnőtt kategóriában lesznek a döntők, 10 órakor kezdődnek, és folyamatosan, tulajdonképpen negyed óránként mindig lesz egy-egy eredményhirdetés, úgyhogy délután 2-3-ra már szerintem tudni fogjuk a teljes mezőny eredményét. A férfi kézilabda NB1B nyugati csoportjában a vecsésiek Győrben léptek pályára. A junior csapatok összecsapásán a Győr dominált már az első félidőben, 16-12-re vezetett. A második 30 percet is jobban bírta a hazai csapat, így a mérkőzés 26-23-ra elveszítette a vecsési gárda. A juniorok egy ponttal vezetik a bajnokságot a Pécs előtt. A felnőttek meccsén a vecsésiek gyenge támadójátékuknak köszönhetően már 30 percnyi játék után 11-6-os hátrányban voltak. A vecsési férfi csapata 24-17-es vereséget szenvedett. A női kézilabda NB2 déli csoportjában a Vecsés Dunaújvárosban a Dunapet csapatával játszott. A juniorok összecsapásán egyértelműen a vendég Vecsés irányította a találkozót. Kiváló támadásainknak köszönhetően már fél óra után 20-15-re vezettek a vecsési lányok. A második játékrészben sem adta ki kezükből a vezetést a vecsésiek, és végül 7 góllal 35-28-ra megnyerték a meccset. A felnőttek találkozójának első félidejében a hazai csapatnak sikerült nagyobb előnyre szert tenni. 16-9-nél vonultak az öltözőbe a csapatok. A mérkőzés második felét még jobban megnyomta a Dunapet, így a vecsési női felnőtt csapat 31-20-ra veszített. Japán mesterek társaságában zajlottak az edzőtáborok a vecsési karate szakosztálynál, decemberben pedig több megmérettetésre is készülnek a sportolók. Milyen megmérettetés lesz? Hát a vecsési fiatalok, tehát a kadett korosztály, Pécsen lesz egy verseny, ahol 5-én, hát ahol megmérettetik magukat. Remélem, hogy érmekkel jövünk haza. 19-én pedig a kicsiknek lesz egy ilyen megmérettetés, az itt lett Pesten. Kicsit beleszoknak a versenyzésbe, tehát olyan versenyzők fognak menni, akik még nem versenyeztek. Tehát azok a fiú gyerekek fognak elmenni, akik még nem versenyeztek, hát kíváncsi leszek, hogy fognak viselkedni. Tehát maga a verseny alatt, verseny közben, remélem, hogy nem fognak megijedni, megilletődni. Gyakorolunk, és remélem, hogy jól fog elsülni a dolog. Megmérettetésekben ezek szerint nem lesz majd hiány, de úgy tudom, hogy edzőtáborok is voltak, még pedig különleges edzőtáborok. Így van, a nyári hónapokban és ősszel. Itt volt a Murakami mester Japánból, ő tartott egy ilyen háromnapos szemináriumot, és most volt itt októberben a Tanaka mester szintén tartott egy ilyen háromnapos szemináriumot, amin részt vettünk, és hát sok minden újdonságot mutatta, gyakorolunk, és leszűrtük a tapasztalatokat, hogy mit tudunk ebből hasznosítani. És még egy olyan dolog, hogy a Tanaka mester hozta Japánból, tehát hogy hivatalosan is az SKI főinstruktorának neveztek ki, tehát Japánból, és ugyanakkor megkaptam a licencet arra, hogy damvizsgáztathatok, tehát feketőre vizsgáztathatok itt Magyarországon, úgyhogy
innen én kiküldöm a vizsga eredményt, és akkor Japánból küldik a diplomát a vizsgázónak. Tehát ezt a megtiszteltetést jobban megkaptam kintről, tehát elismerik a munkámat. Amikor ilyenkor edzőtábor tartanak ilyen nagy japán mesterek, akkor önnek is kell úgymond mindig bizonyítania, teljesítenie? Hát ez természetes. Hát én is ugyanúgy beállok, nekem is kell ugyanúgy gyakorlatokat csinálni. Hát most, tehát ide jön Japánból a mester, hát ő arra nem kíváncsi, hogy én nem csinálok semmit, tehát arra is kíváncsi, hogy én mit csinálok. Tehát ott azok az emberek, tehát azok a mesterek, azokat azért figyeli. Tehát azért figyeli, tehát levonja a konzekvenciát, hogy hol tartunk a mozgásban, gyakorlatban, úgyhogy mindenhol toppon kell lenni. Tehát úgyhogy nincs ebbe ilyen, hogy most én nem csinálom, de csinálni kell. Tehát minden nap edzek, úgyhogy ez mindig, tehát ott kell lenni a listán, tehát nem elfelejteni a dolgokat, amit ő mond, ezt gyakorolni kell, és ezt meg van gyakorlaton a tanítványokkal is. Hát ők még ugyebár kezdők, tehát kisebbek, de hát a nagyobbakkal azt igen, begyakoroltatom én is ők. És ugyanúgy van kata, küzdelem, mindent, amit, tehát ez, ami benne van a karatéban. Most szemmel láthatóan sokkal több kisgyerek van, mint a legutóbbi látogatásunk óta, tehát magyarán több a tanítványa a kicsi között mindenképpen. Mennyire vannak tisztában a szülők azzal, hogy Magyarország egyik legmagasabb szintű karatemestere oktatja a gyermekeiket? Hát nem tudom, hogy mennyire vannak tisztában. Én örülök neki, hogy megbíznak bennem, és idehozzák a gyerekeket tanulni, tehát fegyelmezni, mozogni, tanítani őket a karatéra. De hát ez hosszú idő, tehát ez évek munkája kell ebbe, hogy az ember egy-egy kis karatékát ugyebár kineveljen. Ott előtt a kis sárga köves gyerekek, úgy ők is már járnak 2 éve, tehát ők már kicsit többet tudnak. De hát ez sok múlik a szülőkön, hogy hozzák el a gyereket. Hát hogyha csak beíratják, és akkor utána, mit tudom, egy hónap múlva nem jön a gyerek, ennek nem sok értelme van. Azért mindig mondom a szülőknek, hogy biztos, hogy meggondolták. Mondom, itt fegyelem van, itt gyakorolni kell, itt csinálni kell azt, amit az ember mond. Itt be kell tartani a szabályokat. De hát úgy nézem, hogy az öme azért elfogadja a dolgokat, és úgy nézem, hogy szeretnek ide járni edzésre. Itt Vecsésen mennyire van fejlődési lehetőség? Mert úgy látom, hogy tanítványokban nincs hiány. Hát most úgy néz ki, hogy lesz fejlődés is, mert hál' Istennek az önkormányzat és a Vecsési Sportbizottságtól kaptunk egy termet, tehát egy önálló termet itt a főúton, a 4-esnél, a főút 112 alatt, ott a táblabolt a Penny mellett, ott kaptunk egy 60 négyzetméteres termet, öltözőt, mindent föl van szerelve, vagy jobban mondva, hogy megkaptuk a helységet, és a felszerelés az a mi dolgunk. Tehát ez folyamatban van, már a kulcsokat megkaptam, és most indul a takarítás, rendrakás, stb. Kialakítani a megfelelő helyeket. A tatami is meg van rendelve, tehát hozzák a tatamit, és lesz tatamizva. Tehát egy nagyon kultúrát, nagyon szép dozsót fogunk csinálni, ahol minden korosztály, tehát itt az egész héten, tehát a miénk a terem, tehát reggeltől estig, edzési lehetőség, tehát lehetséges kultúrát helyen, zsákolás, makivara, bábú, ütés, tükör, minden lesz, tehát tehát nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, kezdőknek, haladóknak, tehát mindenki igénybe veti a terem szolgáltatását, és remélem, hogy egy-két hónap múlva megismerik, és akkor jönnek. Tehát úgy idősebbek is, tehát külön csoportokba, külön ilyen edzések, tehát nem közös edzés, hanem külön idősebb, középidős, fiatal, kadett, gyerek, tehát mindenkinek van lehetősége edzeni, tehát külön csoportokba. És a mezitlábak nem fognak fázni?
tatamin nem. Tatami egy ilyen 2,5 centis gumi szőnyeg, tehát ami a rendesen, ami amin a versenyt is szokták csinálni, tehát ez egy olyan tatami lesz, és nem. És ráadásul fűtés is van, világítás is van, úgyhogy télen-nyáron rendelkezésünkre áll ez a terem, úgyhogy ennek nagyon örülök, és előre is köszönöm az önkormányzatnak is, meg a sportbizottságnak is, hogy lehetőséget adott nekünk erre. Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának november 20-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Ennek a műsornak az ismétlését megnézhetik vasárnap és kedden 18 órától, valamint szerdán este 9-től. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Yeah.